Hofer Krisztina vagyok, menedzser, producer és az utóbbi időben motivációs előadó. Azért érkeztem ide, mert az igényesférfi.hu online magazinnak 8. születésnapja van, és ez alkalomból 8 kérdésre kell válaszolnom, amit én örömmel vállaltam el. Nézzük is az elsőt. Mi volt a legnagyobb áldozat vagy ár, amit a sikerért valaha meghoztál? Én egy nagyon fegyelmezett és nagyon szorgalmas, nagy kitartású, mondjuk munkabírású valaki vagyok, hogyha meg kéne fogalmazni, hogy mi az bennem talán, ami az átlagtól eltérő, akkor mindenképpen a kitartásomat és a munkabírásomat emelném ki. És hát bizony ezzel nagyon szorosan összekapcsolódik, hogy nagyon sok magánéleti vagy szórakozásbéli dologról mondtam le azért, hogy a hivatásomnak élhessek, vagy hogy a céljaimat. Elérjem. A családom az soha nem került áldozatul ennek, talán inkább a barátaim és a szórakozás az, amiről gyakran mondtam le azért, hogy dolgozhassam. Mikor mondták rád először azt, hogy sikeres vagy, és te mikor merted először kimondani? Ez a siker-nem siker kérdés, Ez én egy kicsit máshonnan nézem ma már, mert úgy gondolom, hogy a siker az valami olyan dolog, amit mások mondanak rólunk. Ha valaki sikeres, azt először nem mi mondjuk önmagunkról, hanem őt valamiért sikeresnek tartjuk. Annak az eredményeit sikeresnek gondoljuk, én sokkal inkább szeretem használni az elégedett szót. És ugye mikor mondtam ki magamról először, hogy elégedett vagyok, akkor, amikor a TMC Management, ami az első amerikai típusú Star Management Magyarországon, és az én első igazi vállalkozásom, olyan dílt tudott kötni valamelyik képviseltje számára, már ami nélkülünk biztosan nem jöhetett volna létre, akkor azt gondoltam, hogy elégedett vagyok, és sikeres vagyok abban, amit elhatároztam, és azóta számtalan ilyen pont volt már az életemben, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szerencsés lehetek, és sokkal inkább fontos, hogy hálás is vagyok ezért, és minden áldott nap értékelem, és annak örülök, amin van, és soha nem arra vágyok, amin nincsen. Hogyan teremtetted meg az élhető egyensúlyt munka és magánélet között? Rettenetesen konkrét és nagyon-nagyon változtathatatlan időbeosztással és idő menedzsmenttel. Gyakorlatilag azt hiszem, hogy a MÁV menetrendje nem olyan pontos és nem olyan precíz, mint az én életem időbeosztása, hiszen négy cégben vagyok érdekelt, van egy családom és van egy nagyon szoros baráti köröm, ami nem kevésbé fontos, mint az előző kettő. Nagyon előre tervezek és nagyon kevés spontán elem van a napjaimban, így viszont mindenre jut időm, ami számomra fontos, és így én vagyok az élő bizonyíték arra, hogy az embernek bizony mindenre van ideje, ami fontos a számára. Sikeres nők mögött sikeres férfiak, és sikeres férfiak mögött sikeres nők. Nagyon azt tapasztalom, és talán azért, mert ez a saját életemre nagyon igaz, hogy a sikereim jelentős része azért lehet az enyém, mert egy olyan támogató magánéleti környezetben élek, amire szerintem mindenki vágyik, és hogyha a férjem ülne ezen a széken, akkor pontosan ugyanezt a mondatot el tudnám mondani. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy sikeres nők mögött legyenek férfiak, és sikeres férfiak mögött pedig nők, akik egyébként lehetnek ugyanolyan sikeresek saját maguk is hogyan fér össze a CEO és az ego. Nem ismerem az egót. Én egy olyan lány vagyok, vagy egy olyan nő vagyok, akit mindig arra neveltek, hogy, hogy dolgozzon szorgalmasan, itt törekedjen arra, hogy a tudása ne legyen beleköthető a saját szakterületén, és és legyen határozott a céljai tekintetében, de mindig maradjon emberi, és mindig vegye figyelembe az emberi tényezőket is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy hogy találkozik, mert sok minden jellemző rám, de pont az egoizmus, vagy a nagyon szuper ego az én szempontomból nem. Hát aztán lehet, hogy mások másként gondolják, de akkor őket kell majd megkérdezni. Melyek a leggyakoribb mentális gátak, amelyek akadályoznak a célok elérésében, és hogyan lehet ezeket leküzdeni? Nem csak rám igaz, hanem a társadalom nagy részére igaz az, hogy ha szeretnénk valamit, vagy elhatározunk bármilyen célt az életünkben, akkor tíz emberből hét feladja a megvalósítást, mielőtt kiderülne, hogy sikerül vagy nem, leginkább azért, mert félünk, hogy mit szól más. Az egész életünk arról szól, hogy mások mit szólnak, és másoknak való megfelelni vágyás okán képesek vagyunk háttérbe szorítani a saját álmainkat és a saját vágyainkat. Ez nagyon nehéz dolog, hogy ezt az ember le tudja tenni, és le tudja küzdeni. Kinek úgy sikerül, mint nekem, hogy egy élet tragédia felébreszti, és, és arcul csapja, hogy megtanítsa, hogy mi fontos, mi nem. Kinek könnyebb, és mások tapasztalatából merítve már tudja hasznosítani azt, amit nem neki kell megélni. De ez a legfontosabb missze. Hogy minden alkalommal, amikor lehetőségem van elmondjam, hogy egy életünk van, biztosan nem tudjuk, meddig tart, viszont egy dolog az mindannyiunk életében közös: egy nappal, minden áldott pillanatban közelebb vagyunk a végéhez, úgyhogy érdemesebb inkább magunkra koncentrálni, mint a külvilágra. Mit jelent számodra a szakmai alázat? Minden siker alapját, minden megmérettetés alapvető elvárását, szakmai alázat nélkül szerintem nincsen semmi. Egyrésztről, mert végtelenül ellenszenves lesz az ember a környezete számára, aki ellenszenves, azzal kevésbé szívesen dolgoznak mások, és szakmai alázat nélkül nem tanulunk, nem szerzünk újabb és újabb információkat, már pedig szerintem a folyamatos tanulás, az megint csak egy olyan alap, ami nélkül nem lehet előre haladni egyről a kettőre. Tehetség vagy alázat, mindenképpen alázat, de én ezt a kérdést úgy szoktam föltenni, hogy tehetség vagy szorgalom, és akkor mindenképpen szorgalom. A 21. századi férfi legnagyobb kihívása, hú, hát ez egy nehéz kérdés, férfinek maradni egy olyan társadalomban, ami minden szempontból a nőkről szól, én azt hiszem, hogy nagyon konzervatív és klasszikus vagyok ebből a szempontból, miközben minden mással kapcsolatban nem elmondható ez rólam. Szerintem a legnagyobb probléma a férfi és nő kommunikációjában ma az, hogy elvárjuk a férfitől, hogy férfi legyen, de miközben mi magunk nem férfiként kezeljük őket, és akkor ő hogy kezelne minket nőként. Úgyhogy szerintem a legnagyobb kihívás egy férfinek a XXI. században, hogy igazi férfi tudjon maradni.